Isten akarja, hogy ebbe végbe menjünk, hogy vele közösségbe legyünk. Ezért fontos, hogy akarja ezt a bensőséges közösséget, amiről az apostol az előbb tanított, ezt a titkos közösséget, ezt a titkos megbeszélést. Mert ebben a titkos megbeszélésben, ebben a közösségben ő meg tudja mutatni neked az ő világosságával, hogy mi az, amiben még akarja, hogy megtisztuljál. És amikor megláttad, akkor két lehetőséged van. Az egyik azt mondod, hogy ez nem is igaz. Nem, én nem is vagyok ilyen. Ez még elmegy. Ez még rendben van Istennél. Csak tudod, amikor azt mondja az ige, az 1 János 1-ben, hogy amikor Isten a világosságában megmutat neked valamit, és te azt mondod, hogy ez nem bűn, akkor hazuggá tetted Istent. Nézd meg, 1 János 1:10. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincs semmi bennünk. Ez nem azt jelenti, hogy... Tehát igazából ez azt jelenti, hogy amikor közösségben vagy Istennel, tudod, amikor tudatában vagy annak, hogy te szent vagy, akkor szentségben járni és megtisztulni már nem egy nehéz feladat, mert tudod magadról, és az ördög nem fog tudni jönni, hogy betekerjen téged. Ezt el kell, hogy mondjam nektek. Emlékeztek Roni Chavez apostolra, a második alkalommal beszélt arról, hogy te tudod, hogy az ördög tudja, hogy te tudod, hogy ő tudja. Nem tudom, hogy ezt egyébként mennyien hallgattátok meg, és mennyien akartátok megérteni, mert egy elképesztő fontos dolgot mondott Roni Chavez apostolot. Lehet, hogy mi nevettünk rajta, de a kulcsát mutatta meg annak, hogy mit jelent győztesnek lenni. Én most szeretnék ezen végigmenni, végigmehetek ezen, pásztor? Azt mondja. Tehát ugye az első dolog az, hogy te tudod, hogy tudod. Tehát tudod magadról, hogy Krisztusban te meg szent előttél, szent vagy, maradjunk ennél. Hogy te szent vagy. Tudod magadról, hogy Krisztusban te igaz vagy. Hogy Isten mondta ki rólad a Jézus Krisztusba vetett hited miatt, hogy te igaz ember vagy. Amen? Ezt te tudod magadról. Oké? Okay? Most jön a következő lépés. De amikor te ezt tudod magadról, akkor még kísérthető vagy, és az ördög be is akar próbálkozni ebbe. Mert az ördög tudja, hogy te tudod magadról, hogy te igaz és szent vagy. Értitek eddig? Tehát nem csak te tudod, hogy te szent vagy és igaz, az ördög is tudja rólad, de meg fog kísérteni, hogy megpróbáljon téged ebbe, hogy komolyan gondolod ezt a dolgot. De amikor te tudod már, hogy az ördög tudja rólad, hogy te tudod, hogy szent és igaz vagy, akkor az azt jelenti, hogy te számítasz erre a próbára, és nem fog váratlanul érni. Mert tudod, hogy az ördög tudja rólad, hogy te tudod magadról, hogy szent és igaz vagy. Eddig tudsz követni? Teljesen. Eddig oké? Okay? Eddig. De most jön a csavar, amit Roni Chavez apostol hozzátett. Azt mondja, de az ördög is tudja rólad, hogy te tudod ő róla, hogy ő tudja rólad, hogy te tudod, hogy szent vagy. Még egyszer elmondom. Tehát az ördög tudja rólad, hogy te tudod ő róla, hogy ő tudja rólad, hogy te szent vagy. Tudod, az ördög kísérlete ilyenkor már nem olyan határozott, amikor ő tudja rólad, hogy te tudod ezt. És most jön a győzelem. Az utolsó pont. Amikor te tudod, hogy az ördög tudja rólad, hogy te tudod azt, hogy ő tudja rólad, hogy tudod, hogy szent vagy, akkor le van győzve. Ezt lehet, hogy most nem értetted meg, de gondolkozz el rajta. Ez a kulcs. Mert akkor teljesen fölötte jársz az ördögnek.